Az igazán nagy kérdés az, hogy van-e olyan, hogy csoportos coaching. És hogy ez miért ilyen kérdés, el kell mondanom, hogy mindenképpen jó döntésnek érzem a saját magam számára, hogy elvégeztem azt a coachiskolát, amelyhez tartozónak érzem magamat. Többek között azért, mert bár ez a coachiskola elég szigorúan egy személy, vagy négy szem közti két személyes műfajnak tartja a coachingot, mégis nemhogy befogadták az én témámat, ahol már akkor is megpróbáltam bebizonyítani, hogy ilyen állat pedig van, hanem éppen az a Baracskai Zoltán volt a témavezetőm, aki az egyik legszigorúbb purista ebben a kérdésben, és mindennek ellenére is mindezzel együtt elfogadta a szakdolgozatomat, sőt, még az a megtiszteltetés is ért, hogy ez a dolgozat bekerülhetett az ezer arcú coaching könyvbe. Hát ha ez a kérdés, hogy van-e olyan, hogy csoportos coaching, akkor én azt gondolom, hogy ha be tudom bizonyítani, hogy megtörténik az, ami egy coaching folyamat lényege, vagyis létrejön egy paradigmaváltás, akkor talán el lehet fogadni még a kétkedőknek is, hogy ilyen pedig van. És akkor én azt mondom, hogy ami itt történt, az a tanult tehetetlenségből a tanult tehetség állapotába való átváltás volt, vagyis a versengésből az együttműködésbe való átcsapás. És ez egy igazi paradigmaváltás volt. Legjobb bizonyítéka ennek, hogy azóta is ez az együttműködés tovább tart, és az új paradigmában, ebben az együttműködőben értelmetlenné vált mindaz a versengés, szorongás és félelem, ami a korábbi állapotot jellemezte.